a Totalcarnál bizonyos más kollégák már kigyulladtak ezzel az autóval, és emiatt talán nem is kapkodnak annyira utána a lehetőségnek, hogy mehessenek vele a többiek. Mivel én azonban már gyulladtam ki a hangyásszal is, és tudom, hogy mennyire örületes kaland tud lenni, ami összehozza az embereket egymással, ezért igen nagy örömmel vállaltam el. Annyi van, hogy a Zsolti elő... nem is tudom, milyen megfelelődött helyezni, szóval, hogy a Zsolti előzékenyen kinyitotta nekem az utas oldali, illetve a vezető oldali ajtót, hogy szálljak be. De van ott egy kis gond, mielőtt becsapnám, hogy megkérdezhetem, hogy ez micsoda? Igen, ez az elektromos ablakemelőnek a kapcsolója, aminek a helye egyébként a térkép zsebben van, viszont a térkép zseb az... Az az, ami kizuhant az előbb, amikor kinyitottuk a csomagtartót. De miért a csomagtartóban visszük a térkép zsebet? Ott vannak a térképek? Nem, az... hát még nem volt idő visszatenni. Ja, hogy ez még nincs kész? Az már háromszor kész volt. Értem, és akkor annyi van, hogy akkor becsapom az ajtót. Akkor ezt óvatosan meg kell fogni, és a másik kézzel, mert lehet is ennél egy kicsivel határozottabb mozdulattal, így. Mert úgy zárnak a kéderek, úgy tömít, hogy ezért kell csapni az ajtót. Hát ez már most nagyon jó. Ezt a mindenit. Már mindent szeretek. Nem tudom, hova tegyem a telefonomat. Ez direkt van nyitva? Igen, mert azt nem lehet bezárni. Ja, mert kiesik. Aha. Biztos, ami biztos, bekötöm magam már az elején, hogy legyen mit kikötni, amikor kigyulladunk. Kis bizonytalankodás, de végül lehet. Adtam volna neki egy kis gázfröccsöt, csak nem ott volt a gázpedál, ahol elsőre kerestem. Talán ideje, hogy föltegyem a kérdést, hogy ez most jó, ez az autó? Ez most jó. Ez most jó. Tehát csak hogy úgy álljak hozzá, hogy amit tapasztalunk, az jó vagy rossz. Ez működik? Igen, működik. Két kapcsoló közül az egyik biztosan vinni fogja. Na, hát ez nagyon szuper. Kettős célunk van, ugye egyrészt szerettem volna kipróbálni a roulette kerék autót régóta, mert óriási fan vagyok. A sorozatot is magát nagyon kedvelem, plusz a 205 GT-t is elvileg. Nagyon szeretem, bár sosem mentem vele, de úgy képzeltem, hogy jó. Másrészt ugye ez a szerkesztésünk aktuális lerohadó járműve, ami hagyományosan az én egyik szakterületem is, a lerohadás, és a frissen lerohadt motorkerékpárom megmentésére indultunk. Nagyon izgulok! Figyelj! Már jó! Hogy kikanyarodtunk a parkolóhelyünkről, stabil alapjáratunk van, eszeveszetten veszi a fordulatot. Annyi spiritus van benne, hogy lehetne zsiguli. A pedálok a helyükön vannak? Egyébként? Az a probléma, hogy ilyen sportpedálok, ilyen sparkó sportpedálok vannak rajta. Csatlakozik hozzánk Nyeglau és a szerkesztőségnél tartók teszten élő Isuzu pick-up-val. Nem azért, mert arra számítunk, hogy a Peugeot-val nem jutunk el a másfél kilométeren lévő lerohadt kis Honda motorkerékpárig, hanem csak mert... Miért is? Ja, hát mert igényesek vagyunk. És mert a mentés lerohadással mindig a legjobb buli. Sajnos ez a mozdulat... Tudsz minket? A csajom. Aki szintén eljött a nagy közös lerugadás partira, mert nagyon szereti a kis motort. Amit megmenteni megyünk, annyi van, hogy közben sajnos leálltak. Igen. És most az alapjárat az nem szeret létezni. Nézzük a dolog pozitív oldalát. Technikailag kijutottunk a parkolóházból, tehát nem mondhatjuk, hogy egy helyváltoztatásra képtelent kutvány borzalom. Egy kézifékes indulás. És jó lesz, ez szerintem jó lesz. Illetve az előbb használtad az irányjelzőt, de sajnos... Az ellenjavalt? Hát nem működik jelen pillanatban. Figyelj, nézd, én amúgy is egy BMW-s rác vagyok, szóval gyorsan adaptálódom az irányjelző nélküléseikhez. Már azt mondhatnám, hogy a génjeinkben hordozom ennek a helyzetnek a természetes fölénnyel való kezelése.
Nem is olyan nagy baj, hiszen az irányjelző ugye egy elektromos berendezés, az elektromos berendezések pedig adott esetben szikrával járhatnak, a szikra pedig a tűzelőszabálya, kapudrogja, mindenkinek jobb az nyitva. Annyi van csak, hogy miért erre jövünk? Végülis így nincs rossz. Ja, az előzménye ennek az egésznek, hogy... Akartam adni egy diszkrét gázfröccsöt, azért a diszkrétnél egyáltalán szenvedélyesekre sikerült. Ezek a pedálok, ezek valóban nem pont vannak, és nem pont azt történik, amit elsőre gondolnak. De vajon megjavítottam-e az alapjáratot? Szerintem mágus vagy. Értek hozzá, figyelj, lassan akkora Peugeot szakértőnek számítok majd, mint az autódok imaga. Hány kilométer alatt kubik vajon egy fémből esztergált Sparco pedálszett teljesen makulátlanul sivára? És jellemző, hogy a kubot először a minta, a második legjobban a fékről, és a gázról legkevésbé. Mit állítanak el nekünk ez vajon? Tűz, az van benne. Ugye? Ez határozottan. A Nyegleó azzal a modern turbodízel pick-up-pal nyomtalanul elveszett mögöttem. Képtelen volt tartani a tempót. Nem merem még nagyon kiforgatni, mert még hideg az olaj. Rög egy kicsit, néha. Igen, néha. Micsoda autó ez. Figyelj, ezen mindenki csak rögök, vagy van, aki rendesen fölismerte, hogy ez egy csodálatos tárgy, és szereti, hogy megjelent vendég. Most, amikor a parkoló parádén autóztattunk vele, akkor volt ez a pont, amikor megkértem a Tocit, hogy vegye át tőlem ezt a feladatot, és úgy hozta vissza nekem a kulcsot, hogy az autó új rajongókat szerzett, és ezek között ő is ott van. Hogy ez tök jó! De tényleg, hogy az van vele, hogy jó érzést tekerni a kormányát, kell egy kis idő, ameddig megszokja az ember, hogy a Porsche híres arról, hogy fantasztikusan össze van benne harmonizálva minden cuccnak az erőszükséglete, tehát hogy valahogy ilyen éter ilyen ki van mérve, hogy pontosan hány Newton per radiánnal jó a kormányt tekerni, hogy hány ugyanilyen a pedál erő, a váltó, meg mindennek a működtetése. Itt ez nem teljesen így van, mert például a gázpedál az lényegében lehelés segítségével kezelhető a legfontosabban, annyira könnyen és ellenállás nélkül mozdul. A többi az inkább amolyan átlagos, és egy kicsit van ez a közhely a franciás angolja váltóról, amit ez a jármű most nagyon jól, már a váltó utazatról nagyon jól illusztrálja. Hogy ez nem is csak hogy franciás angolja, hanem talán ez már azért így inkább egy olyan szoknya. Ez az úgynevezett long shifter, ami a short shifternek az ellentét, ahol ráadásul a terjedelem nem is a váltó útban jelentkezik inkább, hanem hogy ez az összesen 5 plusz 1 fokozat, ez közben zavarba ejtően sok pozícióban belül. De közben szépen jár, meg könnyen a helyére megy. Ezt mindig ezek csak az ilyen autósúsági rokkocoskodások, hogyha az ember nem rossz indulat találhatni, akkor ezt nem simáljuk, hogy így. Hoppá! Nem sikerült igazán. A ráv nagy csík. Az se az autó kiválja. Akkor ilyen szépen is fordul, és nem is picinek érdeklődik. Ez egy kiváló tárgy. Nagyon érdekel, hogy megy. És hogy megvan-e még a CDX, aminek a megmentéseket vért. Igen, itt ott áll. Ott áll az egy drága kis motorom, be is vagyok. Hogy?
az akkumulátort hol hordja? Az orrában, méghozzá azon az oldalon lesz. Jó, akkor megfordulok, és úgy állok ide, ugyanis a külső életében kihagyatkor lehet, hogy először nem megmentésre szorul, hanem egy mentő expedícióban saját maga, mint mentőjármű van jelen. És lehet egyébként, hogy ezt szárnyakat fogadni, hogy ez a léleknek ez olyan sokat számít. Van Philip Zimbardo, ugye a pozitív pszichológia egyik atya, és ő azt mondja, hogy semmi sem erősíti meg ugye az egyént, mint hogyha megélheti azt, hogy hasznos módon segít másoknak. És ezzel próbáljuk az egyébként hagyományosan a lerohadásairól, illetve a kiulladásáról megismert szegény kis 205 GT-t átvinni ezeken a nehézségeken, hogy most ő menthet meg egy nála is öregebb és vacakabb állapotban lévő másik tárgyat. Ugyan, Zsuraim, engedjük meg, hogy bemutassam a kis Hondát. Egy 1986-os Honda CBX 550 F2, egy kb. 550 köbcentis, a maga korában viszonylag sportosnak számító naked, de volt belőle kis fejdomos kivite is. Nagyon aranyos öreg motor, írtunk róla szívhez szóló cikket, még Ziri Gárpi írta a cikket, én pedig írtam be egy érzékeny útkeretest azzal kapcsolatban, hogy azért szeretem nagyon, ez az enyém, mert elég öreg motorszerű ahhoz, hogy legyen neki jó kis karaktere, jó illata van, meg kellemes hangjai vannak, meg viccesen néz ki, hogy vannak rajta ezek a dobféknek kinéző, valójában burkolt tárcsafékek, ami egy akkora szörnyű ostobaság volt, hogy soha többet nem is használta a Honda. És hogy jó karaktere van, de közben pedig ahhoz elég modern, hogy megbízható legyen és jól használható. Hát ez itt most a megbízhatóságnak egy az árnyom, az is egy érem, és minden éremnek is két oldala van, ez most az, amikor éppen nem megy. Azért nem megy, mert a szezonra felkészítés során az üzemanyagtank és a karburátorok közötti üzemanyagcső az kicseréltetett egy újra, amely mindjárt jobban lehet látni, amikor levesszük a tankot. És hogy nem, egy kicsit hosszabb került a helyére, amitől az történt, hogy kicsit megtört, és nem jutott el az üzemanyag megfelelően a karbig. Ami azzal járt, hogy nem tudott menni a jármű. És ezt megjavítottam a városokkal, ezelőtt egy héttel. Utána elment lemműszaki vizsgázni, ez egyébként kifogástalan műszaki állapotú szezonra felkészített magát. Majd onnan visszafelé jövett a vadonatúli benzincsövekkel, mert új benzincsövet tettünk föl a túlságosan hosszú végéért. Lerohadt. Ami mindjárt látható is lesz, hogy miért. Van itt ez a vákumcső, ha ezen át nincs vákum a benzincsapnál, akkor nem folyik át rajta egyáltalán benzin, és ez üzemszerű, ez így van jól. Ez egy kétségbeesett egy gyors javítás volt, hogy hát ha arra az egy kilométerre mennyit meg kéne tudnunk tenni a motorral, arra elegendő lesz. De nyilván nem az, hiszen a celluxot is feloldja jó részt az üzemanyag. Amivel nincs is semmi baj. Azt, hogy ezt a benzin, petrol feliratú, frissen vásárolt üzemanyagcsövet, na, hogy ezt is feloldja, az nagyobb baj. Az kevesebb okot ad az elégedettségre. De hát ilyenkorban élünk, hölgyeim és uraim, hogy ilyen hitványvackokat sokoznak az ember. És akkor itt látszik, kérem tekintsék meg, ez lett az üzemanyagcsővel, ez ott egy luk. Tehát ez egy több rétegű cső, van egy belső gumiréteg, egy szövetréteg, ami mechanikusan erősíti, és aztán egy külső gumiréteg, és mindkét réteget átette, mintha az alien sav lett volna a benzin. És fontos tudni, hogy mindenre nem 20 év alatt került sor, vagy 25 év alatt, hanem egy rohadt nap volt, egy naptári napot bírt ez a szar, ez. Tehát van ott egy csavar, nem tudom mennyire látszik a hegye. Hát jó esélye, sem ennyire. És nem férünk hozzá. Mert hogy nem élesít, de igen. Igen, hát kérjük higgyék el nekünk, hogy van ott egy.
Látod? Ez így van. Azok után, hogy a frissen vásárolt buferó csövet megette a benzin, joggal teszik fel a kérdést, hogy milyen csővel tervezzük pótolni, helyettesíteni. Már is mutatnám a megfejtést. Egy jó buferó benzinnel, petrol, oil 20 bárral, aminek az az oka, hogy nincs másik. Tehát jelenleg ezzel a csővel rendelkezünk, és az útmenti javításoknál az ember ugye az a fűz, amilyen van. Nekem nincsenek nagy igényeim, a szerkesztőségtől szerintem másfél kilométernyire lehetünk, ami azt jelenti, hogy ha ugye üzemórásnak nem minősíthetjük a csövet, inkább olyan üzemmásodpercesnek, de hogyha van szerencsénk és egy ilyen 30 üzemmásodpercet ki tudunk nyerni belőle, akkor már visszaérünk, és a következő lerohadás a szerkesztőségi mélygarázs jól ismert meghitt környezetében történhet már meg, ami hát tényleg olyan, mint az anyamékbe visszamászni, csak nem annyira szűk a bejárat. És akkor most végre elsüthetem a szóviccet, mely szerint lesújt a bakó! Na, de hányszor sújt le a bakó? Ez itt a nagy kérdés. Egy diszkrét termék elhelyezés. A legfinomabb fajtában. Aha! Ez itt az lesz! Ladies and gentlemen! Ott megy rája. Ezekben a pillanatokban történik meg az interkurzus. Nem tudom, hogy rendesen tövig becsúszott-e. Legalább sóhajthatna, vagy valami egyéb érét adhatná, és akkor tudnánk, hogy kellene még tovább erőltetni. Egyébként szigorúan konszenzuális volt a behatolás. Szerintem ez jó. Elképzelni se tudom, hogy hogyan lenne esélyünk egyáltalán bárhonnan meghúzni a csavart. És az is van, hogy egy picit nyugtalanító, hogy ez az egész így izegmozog. Tehát olyan, mintha az a cső, amire ráhúztuk volna, az tudna egy kicsit mozogni valamiben. Hú, látom a csavart. Csak hogy még rosszabb hozzáférni, mint az előbb volt. Felfedeztem a probléma gyökerét, hogy most a bilincs az egyébként pont fordítva van rajta, mint ahogy eddig rajta volt, és úgy hozzá lehetett férni a csavarhoz, így viszont sokkal kevésbé. Ilyen fiatal srác, és már szemtelenkedik az ügyvezetővel. Akkor vegyük le a csövet, és cseréljük és meg a bilincset. És utána tegyem vissza, hogy és te vissza, így van, hát aki kritizálni tud, azt tudja rendesen is felrakni a bilincset, ugye. Így a jó, nem pedig így, mert így sokkal szarabb hozzáférni. Próbáljuk meg így. Meghúztam a csavart. A cső ez pedig elméletileg a helyén is van. Mert ez fontos. Jó, akkor most előre rákészítjük a másik végére a bilincset, mert ezt utólag nagyon nehéz ráhúzni. Na, várjál! Nem vagyunk meg, de most már majdnem. Vákuumot adunk neki. Ez mitől mozog? Várjál, az egész, ugye ahogy van az egész benzin, csak elkezdett lityegni, lötyögni. Vagy ez egy feature, hogy ez el tud fordulni? Nem vagyok benne teljesen biztos. Ugye én se. Főként, hogyha ez eddig nem volt. Nem tudom, érteni nem értek hozzá, de nem ilyennek képzelném ideálisan. Na jó, mindenekelőtt nézzük meg. Egy kérdésem maradt ezek után, hogy értünk-e hozzá? Nem ez a normális motoros szerelésem, csak nem motorozáshoz, hanem szereléshez öltöztem, ami nyáron így oké. Meg ugye az is benne van, hogy nekem se fándő a pénz, valahol azért meg kell fogni az ész nélküli költségeket, és ha kigyullad a nadrágom, akkor kénytelen lennék venni egy másikat. Viszont így meg nem lehet probléma, mert idáig már nem terjednek a lábok.